Negyedik alkalommal rendezte meg a szakmai napot a megyei szövetség, lezárva ezzel az előző kézilabda szezont. A három korábbi rendezvény sikerének köszönhetően ezúttal is nagy volt az érdeklődés, a BEM iskolában több mint 70-en kísérték figyelemmel az előadásokat és a gyakorlati bemutatókat. A mai napot hagyományőrzően már ugyanúgy építettük fel, mint az elmúlt években, annyi különbséggel, hogy az elmúlt években egyébként a kézilabda szegmenseiről a játékvezetőkre helyeztük a hangsúlyt, de idén újra felvettük a kapcsolatot az edzőkkel, a szakmai más potentátokkal, az egyesületekkel, és őket is meghívtuk erre a szakmai napra. A Magyar Kézilabda Szövetség játékvezetői albizottságának elnöke arról beszélt, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben már egészen fiatalon sípot kell venniük a kezükbe azoknak, akik játékvezetőként képzelik el jövőjüket. 15 éves korban már el kell kezdeni játékot vezetni. Ezt spanyol, francia, német mintára, északi mintára próbáljuk mi is. Rengeteg fiatal, tehetséges kis játékvezetőink vannak. Ennek a kifutási ideje úgy néz ki, hogy 20-21 éves koráig fel kell építeni, 21-23 éves korában el kell érnie azt a szintet, amiben bevethető legyen. 15-17-18 év, amikor nagyon intenzív játékvezetői tevékenységet kell folytatni, utána pedig egy levezető rendszert. Így két dolgot lehet elérni. Az egyrészt az, hogy tehetséges korosztályok nem vesznek el, mert ugye azzal a begyöpösödött vonal a vezetéssel, ami volt, hogy beágyazódottság volt, és 30 évig nem lehetett kirobbantani senkit, így vesztek el korosztályok, vesztek el tehetségek. Ma már ebben a versenyhelyzetben generáljuk a versenyt, és a fiatalok előretörését segítjük. A gyakorlati bemutatókon a költségdíjese NB2-es csapatának játékosai segítkeztek a szakembereknek. Volt egy edzésbemutatónk, aztán most részt veszünk majd egy kapus edzésbemutatón is lányommal, egyik kapuslányommal, illetve a játékosai, mint lövő feladat ellátásában, és lesz majd egy bemutató mérkőzésünk is, egymás ellen játszunk majd két vegyes csapattal, ahol is a játékvezetői bizottság vezetője fogja megnézni a feltörekvő fiatal játékvezetőket, hogy hogyan fújják a mérkőzés, szakmai szempontból értékeli őket. A nap szakmai fórummal zárult, a résztvevők pedig megegyeztek abban, hogy legkésőbb egy év múlva találkoznak a következő rendezvényen.